idő, hogy megállt a szívem talatán, mégis olyan ember. Egyként énekelt a bonyhádi közönség a Bagosi Brothers legismertebb számát a múlt hétvégén megrendezett Tarka Marha Fesztiválon. Magyarország egyik kedvelt zenekara hatalmas sikert aratott a hazai közönség előtt. A koncert előtt a fivérek adtak interjút nekünk, akik elmondták, örülnek, hogy ilyen sok helyre hívják őket. Talán ebben az évben most egy picit lazább, visszavettünk egy picit. Voltak olyan évek, amikor így évi száz környékén koncerteztünk, vagy többet, vagy kevesebbet. Úgyhogy az idei ez pont az, hogy így pihenni is van idő, magunkra is van időnk, és emiatt azért sűrű, de pont annyira, amennyire ezt a lehet. Hétfőket, szerdák, azok szabadok. Úgyhogy azokat, igen, zenész hétvég, azokat próbáljuk kihasználni kreatívan. Igazából tervezünk. Dalokat írunk, klipeket próbálunk forgatni, vagy kitaláljuk kreatív dolgokat, ami a zenekar mellett még működnek. És hát a családdal vagyunk. De Norbi pálinkát is főzöm, úgy igen. A sok koncert mellett a srácok törekednek arra is, hogy feltöltődjenek. Odafigyelünk arra is, persze, abszolút vannak olyan időszak, amikor megyünk, és nyáron is kihasználunk azért egy-egy hét elejét erre, mert szükséges a feltöltődés, azért tényleg 3-4-5 koncert nap után szükség van arra, hogy egy picit, nem tudom, olyan atmoszférát szívjon be az ember, ami nem csak a színpad. Bármelyik városban is lépnek fel, szinte felrobban a közönség, ha rázendítenek az egyik legnépszerűbb dalukra. Az olyan ő egyértelműen az a dal, amire mindenkinek felcsendül a szíve és a hangja is, de tényleg alapvetően hál' Istennek a koncertünk szinte teljes egészét éneklik velünk együtt, és mindegyik dalnak megvan a maga hangulata, amit jól át tudunk adni, úgy érezzük a közönségnek, és ha kell, akkor lámpákkal világítanak, ha kell, akkor tombolnak, ha kell, akkor énekelnek velünk együtt, szóval egész végig egy jó kohézió működik. Arra, hogy miként élik meg a népszerűséget, azt mondták, mivel fokozatosan jött az életükbe, így teljesen természetes számukra. Igyekeznek meghúzni egy egészséges vonalat a magánélet és az ismertség között. Amikor mondjuk elkezdesz zenélni, és már 10 ember van a koncerted, de most relatív akkor is népszerű vagy, csak egy nyilván a skálának egy másik fokán. Most sokkal magasabb fokán vagyunk, de mindig is valahol azért körül lenged bennünk ez a fajta érzés szerintem. Úgyhogy nem így villámcsapásként jött és hirtelen, hanem szépen megtanultunk vele együtt lenni, és annyira normális, hogy nem is tudom, hogy milyen lenne nélkül. Ritkán van olyan pillanat, amikor nemet mondunk, de az is inkább amiatt, mert hogyha tegyük fel, elmegyünk szórakozni közösen, jól érezni magunkat, és tudjuk, hogy egy olyan helyen vagyunk, ahol neki fognánk fotózkodni, amúgy főként Norbira igaz, hogyha neki fogna fotózkodni, akkor valószínűleg nem állna meg az a vonat, és akkor nem úgy tudnánk ott lenni, ahogy szeretnénk szórakozni, meg együtt lenni, hanem akkor az a telne az idő, hogy fotózkodik az ember, és beszélget más emberekkel, holott együtt. Tehát ilyenkor például szoktunk nemet mondani, de amúgy nem ez a jellemző. Szeptember végéig, amíg a fesztivál szezon tart, fellépésről fellépésre mennek majd. Ősszel is lesznek bizonyos koncertek, de alapvetően jövő évre tervezünk, jövőben lesz 10 éves a zenekar, és márciusban szeretnénk egy nagyszabású koncertet tartani Budapesten egyet, majd otthon nálunk Székelyföldön, Gyergyószent Miklóson is, és hát rengeteg féle ilyen aprósága meg extrákkal készülünk majd a jövő évben, amiről idén igazából nem szeretnék elárulni semmit nagyon. Meg idén vesszük fel a soron következő 5. lemezünket, úgyhogy ez is még az idei tervek között, de jövőben fog az is megjelenni.